Kellemes délutánt, kora estét kívánok, jön a Puskás Akadémia mezőkövest találkozó, a forduló nyitó mérkőzése. Közel a 16-oshoz, sőt most már azon belül szépen tette át a jobb lábára, de nem tudott lövőhelyzetet kicsikarni magának. Bobál Dávid tette bele a lábát. Aztán egy nagy lövés és elmegy a kapu mellett. Urblik, nagy. Kállai továbbra is üresen, de inkább Cserit választják. Cseri, ez egy nagyszerű kiugratás. Drazsics helyzetben, ott az emelés, és centikkel megy el a kapu mellett a labda. Drazsics felé. Batik fejeli ki. Cseri. Cseri lövése a rövid sarkot vette célba. 1028 néző. Egy csúsztatás közben, azt lehet lőni, bizony mellé megy. Kárnyicki megpróbáltott valaki bent középüttel játszani egy büntetőt. Vagy legalábbis elsőre itt tűnt, de közben figyeljük Kist, aki ezek szerint nincsen lesen. Gyönyörű a csel Kis Tamástól. Ó, mi maradt ki? Záhedit váltja, Fávorov Záhedit, tehát nem tudja folytatni a játékot. Született 4 gól ennek a két csapatnak az összecsapásán. Most jön középre a labda, azt lehet lőni egyből, és gól! Hát ez micsoda csere volt Hornyák Zsolttól! Favorov! Na nézzük, hogy mi is történt egészen pontosan. Itt jön középre a labda, Kistől indul, és Pulić adja a gólpaszt, középre megy nagy erővel a lövés, Piscitelli nem tudott védeni. Nagyon határozott Bobál Dávid. És ez lövőhelyzet bizony, és veszélyes volt. Urblikkal szemben nyerte a fejpárbajt, ez komoly teljesítmény. Kis helyzetben, a jobbján a labda, és egy fantasztikus mentés.